Pincési Györgyné Olájásike nénit 100. születésnapja alkalmából köszöntötték a Kastélyház időskorúak gondozóházában október 7-én. A születésnapi rendezvényen elsőként Szolnoki Lászlóné anyakönyvvezető üdvözölte az ünnepeltet. Elmondta, méltósággal megöregedni nem kis dolog, kevés embernek adatik meg. Goethe szavait idézte, miszerint nem öreggé válni, hanem az öregséget hordozni művészet. Szolnoki Lászlóné hozzátette, hogy az ünnepelt a sok évet megélt emberek tudásával, bölcsességével, emberi tartásának megőrzésével, valóban méltósággal megöregedve érte el a szép kort. Tartalmas és dolgos életet, tiszteletet és köszönetet érdemel. Erzsike néni 1919. október 5-én Vámos Pércsen 4 gyermekes család 3. gyermekeként látta meg a napvilágot. Szülei nagy szeretetben nevelték a gyermekeket, és összetartó nagy családként tisztességre, becsületességre tanították őket, beléjük oltva azokat a keresztényi alapelveket, amelyeket egy akkori vallásos család adhatott gyermekeinek. A zene szeretete áthatotta Erzsike néni egész gyermekkorát, édesapja, bátyja, ő maga és lánya is nagyon szépen játszottak hegedűn és cimbalmon. Erzsike néni 1941. november 19-én kötött házasságot Pincés Györggyel. Házasságukból egyetlen leánygyermek született, akit óvott, féltett, segített egész életében. Dolgozni lánya érettségi vizsgáját követően kezdett az Ispotály utcai óvodában dajkaként. Nyugdíjazásáig itt dolgozott. 1972-ben született Erzsike néni egyetlen unokája, akit nagyon szeret és mindenben támogat, hiszen sajnos az élet hamar elvette tőle azt, akit legjobban szeretett, egyetlen leánygyermekét. Mély fájdalma nem enyhült, de magányát enyhítette a két dédunokája születése. A Kastélyház gondozóházban Erzsike néni a dolgozók, s természetesen az otthon vezetőjének figyelmessége, szeretete által is megkapta mindazt a támaszt, amely megszépíti és teljessé teszi a mindennapokat. Az ünnepségen a város vezetése és az önkormányzat nevében Kis Attila polgármester, Fóricz Zsászló és Sőr és István alpolgármesterek köszöntötték Erzsike nénit, majd Kis Attila polgármester emléklapot adott át neki, melyet a kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök írt alá az ünnepelt 100. születésnapja alkalmából. Volt benne boldogság, volt benne háború, volt benne sokfajta nagyon vegyes életet éltem át. Ami jó volt, azt is megéltem mindent, ami rossz volt, azt is megéltem mindent. Mi volt, ami nagyon jó volt az életében? Jó, hát benne volt nagyon sok jó, de nagyon háborús időszakos, inflációs időszakok, minden benne volt, jó is, rossz is, vegyes volt. Hogyan telnek most a hétköznapjai? Szépen kelnek a hétnaposok. Itt vagyunk most egy nagyon jó helyen, egy olyan helyen, ahol minden kívánságomat teljesítik. Hogyan néz ki egy napja? Egy napja a felkeléssel, aztán botoszkálok egy kicsit, botorkálok, visszafekszek, ebédelek, vegyesen. Minden van benne, jó is, rossz is, közepes is.